ärmeren Menschen auf dem Lande, vor allem in der alten Region Göcsej, wo das Leben sehr schwer war, versuchten mit größter Effizienz das zu nutzen, was die Natur hergab, wobei sie unbedingt darauf achteten, dass auch der kommenden Generation noch genügend Rohstoffe zum Bauen von Gebäuden und deren Instandhaltung gesichert sind. Dies war auch der Fall beim Bauen des Mauerwerks und der Dächer einfacher Holzblock-Wohnhäuser, aber auch beim Bau von Zäunen. In unserer Region war früher wegen des immer kühlen, regnerischen Wetters und des festen Bodens der Roggen das häufigste Brotgetreide. Wenn er schön hoch wuchs und war seiner Reifung nicht zu viel Feuchtigkeit ausgesetzt, waren seine Halme hervorragend zum Dachdecken geeignet. Natürlich bedurfte dies entsprechender Kompetenz und besonderer Aufmerksamkeit, um es zu produzieren. Unsere Vorgänger konnten das günstige oder ungünstige Wetter natürlich ebenfalls nicht beeinflussen, aber sie mussten darauf achten, dass die Ernte rechtzeitig bei der Deichreife stattfindet, damit das Getreide nicht überreif wird, weil es dann austrocknet und Wasser in sich saugt. Es wurde sorgfältig und natürlich nur mit messerscharf gewetzten Sense geerntet, von Hand aufgenommen und in Garbe gebunden. Zum Dreschen wurde nur manuelle Kraft angewandt, Tiere wurden hierbei nicht genommen, weil es sehr wichtig war, den Bruch des Getreidehalmes so minimal wie möglich zu halten. Auch musste darauf geachtet werden, dass kein Korn in der Ähre bleibt, da die hungrigen Vögel auf den Dächern und auch die Nagetiere das Stroh auseinanderscharren und dadurch das Regenwasser nicht richtig abfließen kann. Hogy volt itt a szalma rozsnál előkészítésnél és a magozás? Arról tudna egy kicsit mesélni? Hát a rozsdon félig érett állapotban rakják le, akkor a legjobb, ha nem szemre mennek. Ezt akkor kövele várni, még megszárad a szála, és utána kiverik a szemet belőle, és megkettőzik. Ez a kettőzött kéve, arról össze van tekerve. Aha. Azért, hogy a kötél szorosabb legyen, meg feszesebben álljon meg a maga a szalma. És hogy csinálták ezt a kettőzést? Saját anyagából? Saját anyag. Kötél van kötve, vizesen megkötve a kötél, és akkor van meg kell tekerni, mert elszakad különben. Be kell vizezni mindig előtte a köteletbe. Kötelet meg kell áztatni, hogy meg lehessen kötni, mert elszakad a szarnozon tekerik össze. Értem, értem. És a magozás az hogy volt régen, ezt a sok magot? Ha kicsépülték. Kicsépelték? Kicsépülték. Vagy csépadaróval, vagy csak nekiverték ilyen kártlábnak. Így nekiverték az oszlopnak, és akkor kiverték belőle a szemet. Értem. Aha. És kétféle fajta van, nem? A tető, igen, van ez hogyan? A szoknyás, meg a gatyás. Gatyás, aha. Ez azért van, hogy az alsó kezdősor, ugye ez a vastagabb szára, ez tartja a felső sornak a tetejét, ami fölötte van, ugye ez erősebb. Értem. Különben lehajna, csak két dupla kalászol letéve. És ez csak az csak aljánál használ? Csak az aljánál van, meg az éleknél van fölrakva ez a szoknyás. Aha, szóval használják az éleknél. Igen, csak az éleknél. Ugye, ott meg ott duplán kell takarni vele, mert vastagon kitakarni az élek. Aha, értem. És ugyanúgy, ahogy előtte is be kell vizezni. Be kell vizezni, persze, mert ebből a szalmából kellett saját anyagával lekötve, az egész fejet be kell vizezni, hogy meg tudjunk, kötel tudjunk bele csavarni. Így, így, akkor saját anyagával. Saját anyagával lekötve. Értem. Igen. In Ungarn entstanden drei Möglichkeiten, Dächer mit Stroh zu bedecken. Das Dach konnte aus gebrochenem oder ungebrochenem Stroh gefertigt werden. Eine einfachere Art von Dach aus gebrochenem Stroh ist das Käferrückendach, das eigentlich eine strohhaufenartige Abdeckung war, so dass es normalerweise nur auf kleineren Nebengebäuden aufgestellt wurde. Das zerstampfte Strohdach war bedeutender. Es war in Siebenbürgen dominant, aber in geringerem Maße breitete es sich im Nordosten Ungarns und am nördlichsten Rand der großen Tiefebene aus. Aus ungebrochenem Stroh gab es zwei Möglichkeiten, Schalungen herzustellen. Das ausgebreitete oder geschlagene Strohdach ist das einfachere. Es bedarfte langes, gerades Roggenstroh. Die Methode seiner Herstellung ist fast identisch mit der des Schilfdaches und es verbreitete sich im Allgemeinen in den über Schilfflächen verfügenden Gebieten in Nordtransdanubien am nördlichen und südlichen Rand der großen Tiefebene.
Hogyan készítették elő, gondolom, zsupolásnál mindent leszedtek először, nem? Igen, igen, a zsupot le kell szedni, a léceket, ha van rohadva, a szalufát, azt is kicserélni, utána lehet újra lécezni, és akkor lehet indítani az alsó sorra, a vastaggal, igen, ami tartja a felső réteget. A felső réteg már visszafele a lóg, lefele kalásza, az alsónál a kalász fölfele, ugye a vastag szála tartja meg a fölötte lévőnek a súlyát. Igen. És a gerincnél hogy volt? Hogy csinálták régen a gerinc? A gerinc, volt a régen sározott gerincek is, de az nagyon babahasodik a tetőtőle. Ezek a taréos gerincek, ezek abban a szempontból nem jók, hogy nem tartanak olyan sokan. De viszont szét van hajtva a kéve, a kettőzött kéve szét van hajtva, és abból van lekötve. Érted? Nincs olyan hosszú zsup már, mint régen volt, és nem lehet olyan hosszú kötelet csavarni, hogy le legyen kötve vele a tetőbe, ezért drótot használunk rá. Értem. Gyorsabban megy vele. És mennyire fontos, hogy egy síkba legyen a felület? Itt nem fontos, mert 8-10 centéket el lehet vele húzni, ugye a zsup a vastagsága változó. Lehet, hogy van egy vékonyabb kéve, vagy a rövidebb, azt nem venni észre, hogy most hiányzik belőle 5-6 centi lóg a tető, vagy kanyar van bent. És a tisztázás, azt még legerebb jézzük? Hát a végén, amikor le van fonva az ág, le van kötve az él is, meg a gerinc is, akkor le kell gerebézni, mert olyan, úgy néz ki, mint nem végezett volna várni az ember, hogy szerteszi a lógnak a szálak. Meg a keresztben van a szál, akkor meg fogja a vizet, szerintem be is tudja vinni még a belsejébe. Igen. Csak vékony gerebével le van húzva, utána le van vágva az alja sövénynyíróval, hogy mégis egyenes legyen. És a gerinc? A gerinc azt össze kell várni lapockával, olyan, mint a húskló. Húsvágó deszka, olyan le van várva, hogy egyenes, legalábbis, hogy egyenes legyen. A kiálló szálok ollóval le van a csipkedve, hogy ne vigyék azok is be a magába, be a zsup rétegbe a vizet.
Das Wort Schub stammt von dem deutschen Wort Schaub, also Strohbündel. Bedeutet also schon von Grund auf Stroh, welches zum Abdecken von Dächern verwendet wird. Also nicht Stroh zum Einstreu für Tiere. Die Anfertigung von Strohdächern mit gegarbten oder gebundenen Stroh war die anspruchsvollste Dachbauweise. In Ungarn war diese Technik in den Roggenanbaugebieten wie im Mittelgebirge und in der transdanubischen Hügellandschaft, somit auch in Göcsej, die fast ausschließlich verwendete Technik. Die Häuser in unserem Dorfmuseum wurden alle auf diese Weise gebaut. Das gebundene Strohbunddach war langlebig, gut wärmedämmend und die geraden und langen Roggenhalme ließen den Niederschlag gut abfließen. Mit Reparaturen hielt es sogar 25 bis 30 Jahre.